Nyírbogátról érkezett a kerékpáros konvoj a nyírbátori református templomhoz. Sokan közülük egészen Csenger Simáig folytatták később útjukat, ők megpihenni és felfrissülni érkeztek a Forrás vendégház és kávézóba. A 4 szobával, fürdőszobával és teakonyhával rendelkező vendéglátóhelyet a Felső-Tisza vidéki és nyírségi kerékpáros túraútvonal mentén alakították ki. Azt gondolom, hogy itt arra is figyelnek a munkatársak, hogy ne csak a test pihenjen, hanem a lélek is, sőt a lélek töltekezzen egy ilyen helyen, ahol a történelem visszaköszön, és több évszázados értékek vannak, mint a késő gótikus templom. Azt gondolom, hogy itt nem csak a helynek van szelleme, hogy szoktuk mondani, van egy génius lóci, hanem van egy spiritus lóci is, a helynek a lelkisége. És amivel Nyírbátor el tudja bocsátani a mindenkori dazarándoklót, az ez a többlet. Máté Antal Nyírbátor polgármestere azt mondta, történelmének köszönhetően a város alapvetően erős turisztikai vonzerővel bír, ehhez kell a megfelelő szálláshelyeket és szolgáltatásokat biztosítani. Egy ilyen fejlesztés azért szükséges, és azért kell, és bízunk benne, hogy sok hasonló fejlesztés lesz még, mert a turisztika az egy komplex szolgáltatás, az a vendéglátástól, a műemlékek bemutatásán, az attrakciókon, az interaktivitáson keresztül sok mindenből áll, és ehhez ilyen jó partnereket talál a város, mint az egyház, aki részt vesz ebben, vagy az egyesület, aki felkarolta ezt az egész aktív turizmust a megyében, akkor ilyen gyönyörű fejlesztések alakulnak ki, bízunk benne, hogy sok ilyen lesz még a megyében. A nyírbátori térségben összesen több mint 70 kilométernyi kerékpárút épült az elmúlt években, hívta fel a figyelmet rá Simon Miklós országgyűlési képviselő. A városban is folyamatosak a fejlesztések, egészen a görögkatolikus templomig bővítik a sétányt, a Bátor István Múzeum pedig több mint 2 milliárd forintos állami támogatásból újul meg. Ezek a fejlesztések azt mutatják, hogy Nyírbátor város érdekét szem előtt tartjuk, sőt, mi több kitüntetetten kezeljük, és ezért a turista vonzó képesség az fokozottan jelen van a településen, és ezen beruházásokkal ez nőni fog. Lehetőségeiben a Balatonhoz mérhető a Felső-Tisza vidéke a kerékpáros turizmust illetően, mondta el Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár. Hozzátette, a program keretében összesen 350 kilométer hosszúságban jelöltek ki bicikli utakat a nyírségben és a folyó töltésein, egy részük ezeknek már meg is épült. De ami igazán érdekes, hogy a református egyházzal összefogva 15 megállópontot alakítottunk ki, ebből 5-ben szállása is van, és néhányban még kávézni is lehet, most is egy ilyennél vagyunk. Ez olyan, amire nagyon-nagyon kevés helyen van példa az országban, tehát talán a Balaton környékén lehet ennyit összefüggően biciklizni biztonságos kerékpárút hálózaton. A Felső-Tisza vidéke az még itt a nyírség, még ismertségben nem tartott, de az aktív Magyarország államtitkárságnál mi fontos feladatunknak tartjuk, hogy olyan vidékekre, amelyek nincsenek az emberek fejében annyira benne, felhívjuk a figyelmet. És most már itt a Felső-Tisza vidékén megvannak a lehetőségek. A nyírbátori református egyházközség a műemléki védelem alatt álló templom környezetében tervez újabb fejlesztéseket megvalósítani. Ez főként újabb parkolóhelyek létesítését és az udvar korszerűsítését és parkosítását foglalja magában.